Van a Survivor Szabira, aki egy lelakott Szabira és ápolatlan. Van a valós Szabira, aki egy ápolt Szabira, és van az Instagram Szabira, aki megretusált. Én felkeltem és azt mondtam, hogy én ki fogok állni és azt fogom mondani, hogy igenis retusálom a képeimet. Egyetértek abban, hogy ez tényleg rontja a társadalmi képet, és nagyon bánom. És bánom, hogy eddig nem írtam oda a képeimhez azt, hogy ez egy retusált kép. Mutatsz olyat, ahol nagyon retusáltad magad? Igen. Ezek pont nem, amikor Survivorből kijöttem, akkor már sokkal kevesebbet használtam. Viszont a régiekben egyébként sok van. Például ez egy retusált fotó. Ugye itt nulla hiba van, rossz, hogy eddig nem így gondolkodtam, és nagyon bánom. Tényleg nagyon bánom. És azt is bánom, hogyha ezzel bárkit károsítottam, és bármilyen nőt károsítottam azzal, hogy ő miattam nem gondolja magát szépnek, vagy nem látja magát szépnek. Ez is egy retusált fotó. Hú, igen. Nagyon látszik rajta. Szeretném, hogyha innentől kezdve mindenki, minden influencer és minden olyan ember, aki retusálja a fotóját, írja oda, hogy ez egy retusált fotó, hogy ne sérüljenek az emberek. Nem azt mondom, hogy ég és föld, de nem könnyű fölismerni, hogy ugyanaz a hölgy van a képen. Engem az arra a legjobban, hogy nagyon-nagyon ocsmányul beszélnek rólam, és a nem intelligens beszéd az, ami nagyon-nagyon zavar. Persze mondja meg mindenki a véleményét, bírom a kritikát, viszont az, amilyen mocskolódás volt, azt viszont nem tartom fairnek. Szerintem senkivel nem szabad úgy beszélni, ahogy rólam beszéltek, és ahogy nekem is írtak emberek. A ruháim nagy része 90%-a turkálóból van. Én örökbe fogadtam egyébként egy kiskutyát is, és én azt is hirdetem, hogy fogadjunk örökbe kutyákat menhelyről. De ennek van környezettudatos hatása is. A kiskutyánál is úgy voltam, hogy inkább menhelyről fogok hozni, inkább megmentek egy kiskutyát, mint hogy szenvedjen egy menhelyen. Illetve, hogyha majd egyszer össze fogok házasodni valakivel, akkor biztosan örökbe fogom fogadni gyereket. 7,5 millió ember kattintott rá az oldalamra gyakorlatilag péntek óta, ami azt jelenti, hogy 5 nap alatt 2,5 millió ember nézett rá az Instagramomra. És üzenetben több száz levelet kapok péntek óta arról, hogy én mekkora szemétláda vagyok, és mit képzelek magamról, hogy retusálom a képeimet. Nekem felelősséget kell vállalnom a nőknek az önképéért, és a gyerekeknek az önképéért, és az, ahogy ők fejlődnek a társadalomban. Lehet, hogy amiatt, mert nagyon csúnyán beszéltek velem, támadtak, ezért elkezdtem védekezni, és elkezdtem magamat megvédeni, és nem adtam igazat a kommentelőknek. Viszont most azt szeretném mondani, hogy igazuk van. Abban nincs igazuk, hogy nem intelligensen beszélnek rólam és velem. Abban viszont teljesen igazuk van, hogy igen, vannak retusált képeim. A social media engem is megzavart, és a social médiában én is ugyanúgy a betege lettem a social médiának, mint minden más influencer. A valóságban nem úgy nézek ki, mint a Survivorben, mert tényleg az egy olyan állapot volt, ami nem jó. Viszont lehet, hogy a valóságban tényleg nem úgy nézek ki, mint az Instagramon. Hogyha most ezzel a szemmel nézel a profilodra, az előző, régebbi, tényleg retusált képeidről, mi a véleményed? Én is jobbnak akartam mutatni magamat azzal, hogy retusálom a képeimet, viszont jó érzés felvállalni azt, hogy ki vagyok én. Én mindenkitől elnézést szeretnék kérni, tényleg mindenkitől, minden nőtől, minden férfitől és minden gyerektől. Ha miattam az önbecsülése romlott, én szeretnék a nők mellett állni, én szeretném, hogyha mindenki szeretné magát. Nincs baj azzal, hogyha valaki megcsináltat magán valamit. Nincs baj azzal, hogyha retusál a képeim. Csak másokat is segítsünk, és másokat is támogassunk abban, hogy mindenhova oda fogjuk írni. Mi influencerek, mert ennek ez a lényege, hogy mindenki szeresse magát, és ne torzuljon az önkép. Én elégedett vagyok egyébként magammal. Én nagyon sokat teszek azért, hogy úgy nézek ki, ahogy megcsinált Szabirát szeretem. Mert így érzem jól magam, hogy van műkörmöm, így érzem jól magam, hogy van póthajam, úgy érzem jól magam, ha ki vagyok sminkelve, és én így lépek ki az utcára. De akkor én ezt most felvállalom, és elmondom, hogy amúgy az igazi Szabirát nem szeretem, és ezért változtattam magamon dolgokat. Sokszor rossz nézni egyébként a Survivor Szabirát, hogy egyébként valójában hogy néz ki. Viszont az a Szabira ébresztett fel arra, hogy nekem ezt az interjút most meg kell veletek csinálnom, és el kell mondanom a világnak, hogy akkor felvállalom magamat, és retusáltam a képeimet. Most már megmutathatom azt, hogy ki vagyok én, és elfogadhatom magamat úgy, ahogy vagyok. Hány könycseppet sírtál el az elmúlt napokban? Én nagyon-nagyon sokat sírtam, mire rájöttem erre az egészre. Az egész hétvégém azzal telt, hogy sírtam és ellenkeztem. Ez lehet, hogy az önutálatból is fakad, de most egy kicsit könnyebb, hogy elmondhattam.